Jó estét kívánok, köszöntöm a kezdőkő nézőit. Zajlik az élet a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub életében, hiszen a csabai fiatalok bemutatkozhatnak nemzetközi válogatottban. Az elmúlt napokban rangos elismerést kapott az egyesület, de a hétvégén a hagyományos Fortec kupán Pósztelek elrendeznek rangos mezei futó viadalt. Az aktualitások kapcsán köszöntöm a stúdióban Ceglédi Katalint, a KOB Békés Csabai Atlétikai Klub marketing vezetőjét, és Apáti Bencét, a klub fiatal tehetségét. Üdvözöllek benneteket! Üdvözlöm téged! Most ugye abszolút aktualitás, a Prima Gálán szintén képviseltette magát az egyesület. Milyen élményekkel, milyen eredményekkel tértetek haza? Pénteken ért bennünket ez a megtiszteltetés, hogy a VOSZ Békés Megyei Szövetsége, a vállalkozók, a vállalkozói szűk kör a KOB Békés Csabai Atlétikai Klubot, mint csapatot 1916 Prima díjasának ítélte meg. Hát óriási érzés volt nekünk ezen a szép ünnepségen ott lenni. A VOSZ levezető elnöke és elnöke, Nagy Mihály László nagyon alapossággal előkészített szép rendezvényt rendezett, és hát kiemelte, hogy két fő pillére volt a Békés Csabai Atlétikai Klubnak az eredményességünk, tartós eredményességünk, olimpiai rendszeres nagy létszámú részvételünk, és mint vállalkozók még erősebben hatott náluk az a tevékenység, munka, ami a klubunkban évek óta szintén folytatódik, hogy a rendszeresen lakossági tömeges rendezvényt szervezünk. Öröm volt számunkra, hogy ilyen szép olimpiai siker után még a klubunkat is ilyen nagy megtiszteltetés érte. Számotokra egyébként ez a méltatás akár a jövőbeni ugyanilyen jellegű, ugyanilyen szintű munkához erőt adhat, pluszt adhat. Hát azért valljuk be őszintén, hogy ti is néha kicsit fáradtok vagytok azért. Jól fogalmaztál, nagyon sok erőt ad. És én azt hiszem, hogy a versenyzőknek is bízunk benne, de előtte, pont az ünnepség előtt volt egy edzői értekezletünk, és láthatóan minden egyes edzőnk óriási megtiszteltetésnek érezte ezt, és azt már el is árulhatom, hogy az 1 millió forintos díjt, ami ezzel járt, már akkor Tóth Sándor ügyvezetőnk a csoportokban arányosan elosztotta, hogy minden egyes csoport jó célra használja ezt az együtt megszerzett csodálatos díjt. Tűnavában pedig 5 nemzet serdülő válogatjai csaptak össze, ti is ott voltatok, és 2 versenyző képviselte ugye a csapatot, hogyha jól tudom. Ott milyen eredményeket sikerült elérnetek, mit hoztatok haza nekünk? Hát Apáti Bence, és Bence, én azt hiszem, hogy erről ő neki kellene beszélni, mert belülről átélte, és 2 edzőnknek a sikere, annyit tudok elővezetni, hogy a Tóth Sándor mesteredző és az Urbaniknél Rossza Mária érdeme volt, hogy tanítványaik csodálatosan szerepeltek. De akkor először megnézzük azt, hogy hogyan is zajlott a te személyes felkészülésed, milyen volt ez? Hát ugye minden ugye egész évben van kemény edzés, készülünk, ugyanúgy van egy alapozás, mindig készülünk a versenyre, ami következőleg van. Ugye a nyár az kicsit másképp fest, hiszen akkor nem feltétlenül kell a tanulásra odafigyelni, ott vége van az iskolának. Van egy könnyebb első hónap, és utána elkezdődik a kemény edzés, alapozás. Nekem sikerült elintézni, hogy én onnantól 2 hónapon keresztül tudtam járni hetente 3-szor úszni, és egyszer a Munkácsi Mihály Hotelbe tudtam menni wellnessbe, ezt a klub így elintéztem, meg édesapám jóvoltából. És ugye akkor elkezdődik a alapozás, és utána szeptembertől ugye jön az iskola, és utána kezdődnek a következő, hát a következő évtől a versenyek abban a korosztályban. Ugye nekem még szeptemberben volt akkor az a trénavai verseny, amiben beválogattak. Ugye Csehország, Szlovákiában volt, és hát ha jól tudom, ez már a 5. volt, amin kint voltam. Ugye én 13 évesen voltam kint először Szlovéniában. Ugye akkor az még nagyon új volt,
ez már az egy kicsit rutinosabban ment, hiszen az ötödik ilyen nemzetközi versenyemen voltam. Igazából, ha úgy nézzük, akkor azt is mondhatom, hogy megszokott volt, hogy nagyobbakkal voltam eddig. Ez volt az első olyan versenyem, amikor saját korosztályommal versenyeztem, eddig mindig vagy egy évvel, vagy két évvel idősebbekkel versenyeztem. Úgyhogy ez, ha úgy nézzük, ilyen szempontból újdonság is volt. Ugye a válogatottban mindig nagyon nagy megtiszteltetés szerepelni, hiszen nem csak a nemzetemet képviselem, hanem azt, ahonnan én jövök, az a klubomat is, az edzőmet is, a szüleimet, hogy onnan jöttem. Nekik is nagyon sokat köszönhetek, hiszen ahonnan én elindultam, az ugye elég nehéz volt, és ahová eljutottam. A saját magad által elvárt eredményt egyébként tudtad hozni? Hogy érzed? Hát 3 másodperce maradtam el az egyénimtől. Igazából ez nem nagyon volt olyan verseny, ahol új egyéni csúcsot tudjak futni. Igazából ennek az volt a lényege, hogy pontot hozzak a csapat jól szerepén, és hogy megnyerjem a versenyt. Másik versenyző az a Horán Petra volt, igen, ugye? Ő gyaloglásban indult. Ő második lett, hogy voltam, nem igen, tudom. És ő pedig második helyzet igen. lett, és ő még nagyon fiatal, annyit kell róla tudni. De nálam egy évvel fiatalabb. És hiszük benne, hogy az ő elhivatottsága is ugyanolyan mértékű, mint a Bencéjé, úgyhogy sokáig fognak még hallani és olvasni róluk. A klubotok ugye nagyon fontosnak tartja mondjuk úgy a vérfrissítést, az utánpótlás nevelést. Milyen érzés számotokra az, hogy a válogatottban ilyen fiatalok is megmutathatják a tehetségüket, és képviselhetik az atlétikai klubot? Hát ez belső elvárás, én azt hiszem, az edzőktől, ugye, a csapattól, úgyhogy csak örülünk annak, hogy ők már rutint szereznek ilyen korban, és mindig távlatokban gondolkodnak az edzőink, tehát kezdjék el most, tét nélkül, de nagyon sokáig legyenek velünk, és erre azért jó példa ugye a Bai Balázs, jó példa volt az Urbanik házaspár annak idején, hogy fiatal korban már olyan sikereket értek el, amit helyén kezelve felnőtt korig tudták kamatoztatni. Nagy hangsúlyt fektettek erre? Tehát nem lesz olyan, hogy ki öregszik az atlétikai klub? Nem, bízunk benne, hogy ezt mindig akár edzői frissítéssel is együtt, tehát ez ahogy mondod, ezt, ennek így kell folytatódni. És akkor volt kiváló utolsó 1 kilométer, és még jobb utolsó 200 méter, amivel ugye győzni is tudtál. Hogyan élted meg ezt a versenyt? Hogy érzed egyébként, a hajrá döntött? Hát ez nem feltétlen lehet igazából így mondani, hogy hajrá döntött. Ugye edzőmmel tudtuk, megbeszéltük is, hogy én ugye hát nekem nehezebben megy kicsit a tempófutás. Őnek én a sebességemre tudok a legvégén általában úgymond hát odafigyelni, hogy arra tudom, hogy én a végén gyors vagyok. Nekem ez egy előny is, de én úgy gondolom, hogy ezzel tudok élni. Hát belülről igazából így általában nehéz elmondani, mert nagyon, tehát hihetetlen jó érzés, hogy például nemzet, ott van a címer a szívünknél, és hogy abba ott futhatunk kint, teljesen más, mint mondjuk egy országos bajnokságot megnyerni, ugyanígy, hogy 1 kilométer gyorsabb, vagy utolsó 200 méter olyan gyors. Tehát ugye ott van egyként egy hangulat, egy csapat, hogy például az is teljesen más, hogy ott kint, mikor voltunk, akkor egész csapatot szurkol mindenkinek, tehát teljesen más úgy megélni az utolsó 1 kilométert, és úgy megélni az utolsó 200 métert, mint mondjuk hogyha ugyanezt csinálom egy országos bajnokságon. És akkor hétvégén Fortec kupa ismétel, tehát hogyha jól tudom, tavaly is ez az országos versenysorozat része volt, erre hogyan készültök, és hát menjük vissza egy kicsit, milyen visszajelzések érkeztek egyelőre hozzátok? Annyit kell róla tudni, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség ezt 3 éve kezdte el, ezt a mezei liga sorozatot, és már az első évben kaptunk erre lehetőséget, bennünket találtak alkalmasnak, mindig a legizgalmasabb, mert 5 versenyből álló sorozat is az első állomás rendezésének, úgyhogy most már a 3. lesz sorrendben. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez jól sikerüljön. És beszéltél az utánpótlásról. Ez a
korosztályoknak, a serdülő korosztályoktól indul ez a Liga versenysorozat, de mi itt találtuk meg azt a lehetőséget, hogy összekapcsoljuk a Sport 21 program gyermekverseny számával, a gyermekmezei versenyével, úgyhogy nagyon széles korosztályban, hiszen 9 éves kortól felnőttekkel bezárólag lesz itt verseny, és hát a csúcspontja a végén pedig az amatőrök számára is lehetőséget adunk a Pósteleki Szép Parkerdőben egy 7000 méteres futásra. Bence, te pedig tavaly 4000 méteren győztél, ugye? Hát erre hogy emlékszel vissza? Hát ez úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos verseny. Hát nem nagyon, egy fordulópont volt az életemben, ugyanis úgy indultam, hogy ugye akkor léptem föl a serdülő, akkor voltam másodéves a serdülő korosztályba, és akkor nekem az úgy kicsit úgy nehézebb verseny volt, de sikerült rajtszét győzelmet aratnom. Igazából én még, ha úgy nézzük, nagyon új vagyok ebbe, hiszen talán 5. korom óta tudok atlétikázok, de ugye én mellette 7 éves korom óta, tehát 7 évet fociztam, és igazából egy-másfél éve atlétikám, úgyhogy csak az atlétika. Igazából hazai pályám mindig nagyon jó, tehát most ha más sportot is nézünk, hazai pályán sokkal könnyebb versenyezni, mint mondjuk idegenben. Tehát az is egy plusz motiváció, hogy nehogy már kikapjak itthon, tehát hogy az is egy plusz motiváció, tehát hogy ott a családom, ott vannak a szülők, nagymamám is, nagytatám is van, hogy kijönnek unokatestvérek, és akkor ott szurkolnak, az is egy plusz motiváció, hogy edzőm is, mindenki, meg ismerősök, barátok, edzőtársak ott vannak, mert van, hogy versenyre nem feltétlen tud, például nagyszüleim nem tudnak eljönni, unokatestvérem nem tudnak, általában apukámmal járok, meg nem feltétlen van az, hogy mindenki ott tud lenni, és ezért a hazai pályán, ha így lehet mondani, akkor sokkal nagyobb, hát nagyobb motivációt ad, és úgymond kicsit egyszerűbb is. Van egyébként specialitása ennek a pósteleki pályának? Ott mivel kell megküzdeni? Hát úgy gondolom, hogy szerintem a országban az egyik legjobb pálya, mert vannak olyan pályák, amiket társam is beszélgetünk, hogy kifejezetten nem a szívünk csücske. Én nagyon szeretem ezt a pályát, igazából jó kihívásokkal rendelkezik. Nem az a nagyon kacskaringós, dimbes, dombos, hogy figyelni kell, hogy nem a futásra, nem hogy arra, hogy nehogy elessél. Igazából ez ilyen szempontból azért jó, mert hogy nem annyira köves, hanem tényleg csak egy sima terep. Vannak benne, de szerintem nagyon jó tulajdonságú van. Kimélem jelenti, hogy az országban szerintem az egyik legjobb pálya. És meddig lehet nevezni, ez is fontos. Beszéltünk arról, hogy az amatőröknek is bemutatkozási lehetőséget nyújt ez, és egyáltalán hány kategória van? Ezt is említetted azért már. 11 órától kezdődik a gyermekversenyszámok, az 11-től 12 óráig. Erre az iskolák és a Sport 21 programban benne levő, kölyök programban meg benne levő más iskolák is pályázhatnak, vagy nevezhetnek. 8 fős csapatversenyek ezek. Ezt Oszkán Gábor edző kollégánk fogja össze. Itt még a csapat összeállítások zajlanak, hiszen elég a verseny napjára összeállítani ezt a 4 fő lányból, 4 fő fiúból álló csapatot, és 12 órától kezdődnek azok a magyar atlétikában, a magyar atlétika MIR, tehát a informatikai rendszerében már lezárult nevezések, ami serdülő korosztálytól felnőttekig egyéni versenyszámok. Erre nem lehet már nevezni, itt már megvan a létszám, és az amatőröknek viszont bátran ajánljuk, hogy az utolsó nap is, tehát szombaton, Pósteleken 9:30-tól várjuk szeretettel a nevezőket, és a rajt 14 órakor lesz, tehát akár fél órával is még a verseny előtt, vagy egy órával a verseny előtt is örömmel várjuk. Azt szeretnénk, hogy minél többen fussanak ezen a napon, hiszen a másik csúcspontja lesz ennek a rendezvénynek,
hogy ebben a riói olimpia után még nem találtunk olyan időpontot, hogy együtt a három olimpikonunk és edzői is itt lehessenek. Tehát ezt a országos versenyt tűztük ki az olimpikonok köszöntésére is, ezt a helyszínt, úgyhogy én bízom benne, hogy sok sportszerető békéscsabai futónak, polgárnak ez egy kiváló program lesz, hogy 14 órára, akár már 13 órára kijönnek, ha csak az olimpikonok köszöntésére jönnek, együtt fotózkodnak, autogramot kérnek, élménybeszámolót tartanak az olimpikonjaink, és egy csodálatos szép napot délelőttöt tölthetnek velünk. Mert a fotózása nekem egy kedves jelenet jut még mindig eszembe. Bencét azért egy picit a magasságai miatt is, meg hát látható, ahogy ő beszél, tehát egy nagyon jó szókincsű és szeret is beszélni. Így ismerjük a klubon belül, és ő nagyon fontosnak tartja, és ez egy nagyon szép dolog, hogy a példaképeit is, a klub példaképeit is ő is ugyanúgy tisztelje, és máig őrzünk egy olyan fotót az első mezei Magyar Ligán, ahol Bai Balázzsal láthatóak, hát derékig érte, azt hiszem, a Balázsnak, és milyen büszkén álltál mellette, tehát most is lehet ezekre a szép pillanatokra alkalom. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Jó versenyzést, sok sikert kívánok nektek a jövőben. Köszönjük szépen, köszönjük. És szeretettel várunk mindenkit szombaton, Pósteleken, 11 órától. 30 percig bírták a világsztárokkal felálló győriek iramát a Békés Csabai kézis lányok. A mérkőzés második félidejében a Bajnokok Ligája ezüstérmes uralta a találkozót, és fölényes győzelmet aratott a városi sportcsarnokban. 5 percet kellett várni a találkozó első góljára, amelyet a csabaiak szereztek. Az első negyed órában nem találta a ritmust a nagy nevű rivális, azonban a csabaiak sem tudtak meglógni, egy kettős ember előny is kihasználatlanul maradt. A 17. percben még 4-4-et mutatott az eredményjelző, innen azonban a vendégek léptek el, a csabai támadásokat többnyire Jovana Kovácsevics fejezte be. Az első félidő 7 csabai találatából 5-öt a szerb átlövő szerzett. Jól védekeztünk az első fél időben, próbáltuk a legjobb teljesítményünket nyújtani. Ennek meg is lett az eredménye. Csak 12 gólt kaptunk, de a második fél időben a Győr átfutott rajtunk. A fordulás után a Bajnokok Ligája ezüstérmes vendégek növelték a tempót. 15-10 után egy 10-1-es sorozattal hízlalták az előnyt, és végül magabiztos 33-16-os győzelmet arattak. Nem készültünk együtt a válogatott szünet miatt. Teljesen normális, hogy a hosszú utazás után egy jó hazai csapattal szemben lassabban lendültünk bele. Főleg a mérkőzés elején nehezen szereztük meg az első góljainkat. A védelem az egész meccsen jól működött, ennek köszönhetően fokozatosan tudtuk növelni a különbséget. A lilafehérek nagyot küzdöttek ezen a mérkőzésen, de a második félidőre elfáradtak, több technikai hibát vétettek, így nem tudtak szoros eredményt kiharcolni a világ egyik legjobb csapatával szemben. De ez a kis maroknyi csapat óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy képben maradjon. Én úgy gondolom, csak gratulálok a lányoknak, amit tettek, akartak a védekezésünkben, rendben voltak a dolgok, különösen az első félidőben. Igazából az maradt el, amit mindig azt gondolok, ennek a játéknak savos a gól. Tehát azok az emberek, akik ezt meg tudják oldani. A csabai együttes jövő héten a Hajdúnánás ellen a Magyar Kupában a továbbjutásért lép pályára, míg a Kispesttel szemben az első bajnoki pontokra hajtanak majd a lilafehérek. 2 hetes szünet után folytatódtak a labdarúgó MB2 küzdelmei. A csabai együttes a Vácot fogadta a Kórház utcában, és kevés lehetőségéből egyet gólra váltva itthon tartotta a 3 bajnoki pontot. Az első fél időben ritkán forogtak veszélyben a kapuk. A fehérmezes váciak a 35. percben Niedermüller Ákos, 2 perccel később pedig Tóth Gergely révén tesztelték a hazai kapust. A csabaiak Nagy István szabadrúgásánál jártak közel a gólhoz, de a vendégek hálóőre Halasi is a helyén volt. A Váca 62. percben szerezhetett volna vezetést, Gulyás távoli lövése a jobb kapufáról pattant vissza a mezőnybe. A lila fehérek ezt követően feljavultak, a cserekén beálló Tóth Dániel fejesét még fogta a kapus, de a 74. percben eldőlt a mérkőzés. Bagi István bedobása után Nagy István lépett ki, és a jobb felső sarokba helyezte a labdát. Az előre ezzel a találattal 1-0-ra nyert, és 22 pontjával feljött a 3. helyre a tabellán.
Hátul stabilan védekeztünk, nem engedtük nagy területet, és nem engedtük Vásznak, hogy akkor fel tudjanak szabadulni. Voltak próbálkozások, voltak átlövések, volt egy óriási átlövés a másik fél időben, ami kapufát találta el, de azt mondom, hogy a csapat megmutatta, hogy türelmesen is tud futballozni, okosan is tud futballozni. Többet kellett még kihoznunk vége felé, de azt mondom úgy, hogy két hét szünet volt, egy kicsit kiestünk a meccs ritmusból, de már a vége felé azt mondom, hogy már a csapat elkezdte találni magát jobban a pályán, több lehetőség volt, amire lehetett még egy góla vagy kettővel befejezni. Hát úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettünk arra, hogy győzelemmel távozzunk innen, ami a legnagyobb probléma az, hogy mi a kapu előtt teljesen analfabéták vagyunk. Tehát úgy gondolom, hogy megvannak a lehetőségeink, utolsó passzokon múlik, a behatott labdákat fölé pörgetjük, a fejesek mellé mennek, és most sajnos olyan passzban vagyunk, hogy most már második meccsen a kapufa is kifelé pattan 0-0-nál, és utána megkapjuk a szokásos gólunkat, általában 75. és a 90. között. Most sikerült egy beadásból, ugye elalszunk, végignézzük azt, hogy egy játékos bedobásnál ráviszi a kapusra úgy, hogy egy érintés van, hát ez luxus. Úgy értékelem, szerintem nem játszottam jól, főleg az első fél, második fél időben is, de éreztem, hogy nekem kell valami pluszt adnom a csapatnak. Mivel sok játékos hiányzott előről, így egy kicsit gyengében is játszottunk többen, úgyhogy így nehéz volt. Igen, láttam, hogy üres terület van a középpályán, oda beléptem, Bagi Pista gyönyörűen elém dobta, még pont jól is, amit megtudtam, egy labdátvétellel be tudtam venni a védő elé a labdát, utána meg már nem volt nehéz dolgom. Veretlen csapatok összecsapását rendezték a vízilabda OB1-ben. A csabai csirkefogók a tavalyi bajnok újpestieket fogadták az Árpád-fürdőben, és kiváló második félidővel megőrizték 100%-os mérlegüket. Nem úgy kezdődött a találkozó, ahogy azt a pályaválasztó gondolta, hiszen 2,5 percen belül kétszer voltak eredményesek a lila sapkában játszó fővárosiak. Lassan lendültek bele a csirkefogók, de a házigazdák az első negyed végére már egyenlítettek, sőt a nagyszünetben 5-4-es hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A csabai együttes a második félidő elején meglépett 7-4-re, ezzel egy 4-0-ás sorozatot teljesített. A vendégek nem adták fel, a fiatalos és lendületes játékot produkáló újpestiek 7-6-ra visszazárkóztak. A házigazda azonban újabb lendületet vett és jó kinti lövésekkel megint lerázta magáról a tavalyi bajnokot. Szabó 4, Németh 3, Ajtai és Rácz pedig 2-2 góllal iratkozott fel a jegyzőkönyvbe, így a végén magabiztos 11-7-es csabai siker született. A csirkefogók ezzel a negyedik mérkőzésüket is megnyerték, így továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezetik az OB1B keleti csoportját. Ők egy fiatal csapat, és ne felejtjük el, hogy ez a tavalyi bajnok, tehát ő nyerte a tavalyi OB1-s bajnokságot, tehát egy fiatal csapat, jól úszó, és nagyon képzett vízilabdát játszanak, de egy kicsit azt hiszem, hogy az is döntött, hogy azért fizikailag mi egy kicsit erősebbek voltunk, bár nálunk is nagyon fiatal játékosok is játszottak, majdnem végig egy 99-es Zsilák Laci az végig játszotta a mérkőzést, de azt hiszem, hogy ez a úgymond a fizikai erő az nagyon döntő volt. Ők ezt nem merték fölvállalni az egy az egybe játékot, ezért zónáztak, hogy ne tudjuk centerbe beadni, de hála jó Isten, különösen harmadik, negyedik, negyedben elején a átlövések sikerültek. Az elejétől úgy jártunk neki, hogy ez egy nagyon nehéz meccs lesz, sokkal nehezebb, mint az eddigiek. De hát mivel fiatalabbak, sokkal többet úsznak, és hazai pálya előnye is volt, hogy kisebb pályát tudtunk állítani, de sikerült lefárasztanunk őket, és ezzel behúztuk a győzelmet. A sport és az egészség volt a középpontban a 25. Garabonciás napok harmadik napján. Ebben az esztendőben is ezen a héten rendezték a középiskolai sportparádét, amelyen 12 intézmény diákjai 7 sportágban mérkőztek meg.
A fiatalok a jól megszokott sportágak, a labdarúgás, a kézilabda és a streetball melletti már hagyományosan sárkányhajó versenyen is összemérhették tudásukat. A diákoknak nem csak egymással, hanem az időjárással is meg kellett küzdeniük, hiszen folyamatosan esett az eső az élővíz csatornán rendezett megmérettetés alatt. A 20 tanulóból álló egységeknek kiváló csapatmunkára volt szükségük a jó eredmény eléréséhez. Nagyon fontos ugye elem a fölkészülés, illetve az összhang, hogy egyben legyenek az emberek, együtt dolgozzanak, együtt tudjanak kevezni, és mindent egyszerre tudjanak csinálni. A versenyzők között voltak olyanok, akik először próbálkoztak ezzel a sportággal, de voltak olyanok, akik már a korábbi években is helyet kaptak a csapatban, így a rutinjukkal segíthették a társakat. 2 évvel ezelőtt csak szurkoltam, de tavaly én doboltam, és akkor is már egy összeszokott csapat volt, idén még összeszokottabbak vagyunk, úgyhogy remélem elsők leszünk. A sárkányhajósok viadalát végül a nagy létszámú iskolák összetett versenyéhez hasonlóan az Andrássy gimnázium nyerte, míg a kis létszámú intézmények között az evangélikus gimnázium diadalmaskodott. Hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek a daganatos megbetegedések, egyre fiatalabb korban jelentkezik a cukorbetegség. A garabonciás napokon az egészséges életmódra, valamint a megelőzésre is kiemelt hangsúlyt fektettek a szervezők. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban dr. Ferenci Attila látta el hasznos tanácsokkal a középiskolásokat. A házi orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok a szórakozás mellett a jövőre és az egészségükre is figyeljenek. Tudni kell, hogy a későbbiekre kihatással lehet ez az életmód, úgyhogy azt tanácsoltuk itt nekik, hogy lehetőleg tudatosan építsék az életüket, sportoljanak, mozogjanak, mértékletességet tanúsítsanak a különböző élvezeti szerekben, és így akkor egészséges felnőttek, talán egészségesebb idősek is lesznek belőlük. Az olimpiai bronzérmes Márton Anita riói élményeiről tartott beszámolót, és a sportolás a testmozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. A kiváló atléta azt is elárulta a beszélgetésen, hogy ő is tudatosan étkezik és folyamatosan figyel az egészségére. A jó edzésmunkát úgy tudjuk elvégezni, hogyha maximálisan egészséges állapotban vagyok, így ezért a mindennapokban is ez tehát nagyon belefolyik. Mindig fontos, hogy egészséges legyek, hogy egészségesen táplálkozzak, és ugye nagyon fontos, hogy el tudjam kerülni a különböző sérüléseket, így minden, gyakorlatilag a test minden apró kis jelzéseire próbálunk odafigyelni, hogy ki tudjuk küszöbölni, hiszen akár ugye egy egész szezon is elúszhat egy sérülésen. A jelöltek kérdéseire azt is elárulta a csabai versenyző, hogy ha 2024-ben Budapest rendezi az ötkarikás játékokat, akkor ő is ott szeretne lenni a mezőnyben. Ez volt a mai kezdőkör, remélem találkozunk a jövő hét első napján is, viszontlátásra!